Számomra nagyon furcsa tény és megalapítás, hogy tulajdonképpen a Földön energetikai kibillenés van, és nagyon sok minden nem tud egységben és mondjuk úgy, hogy harmóniában működni. Nagyon érdekes kérdés az, hogy miért van kibillenés, és hogy miért nem tudunk. Egyensúlyt teremteni. Szerintem az egyensúly megteremtése az egyik legnehezebb a Földön, de én azt gondolom, hogy ez azért van, mert fizikális mi voltban létezünk, és valamiért az anyag nem tudja megengedni azt, hogy ez a harmonikus állapot Létrejöjjön. Tudjuk azt, hogy milyen sokféle energia működik a Földön, és szerintem ami a legfontosabb ebben a történetben, amit mindenképpen meg kell említeni és előre kell venni, az az, hogy dualitás van, polaritás van, ergo minden kettős, és igazából én azt gondolom, hogy pontosan ezért nem tudjuk ezt a harmonikus állapotot megteremteni. És ezért lehet az, hogy nagyon sok minden kibillent az egyensúlyból. Tehát akkor ideírjuk azt, hogy dualitás és polaritás, ugye a kettő az nem ugyanaz. A dualitás az azt jelenti, hogy minden kettős, a polaritás pedig az, hogy mindennek megvan a két oldala. Tehát magyarán a Földön ugye nem csak pozitív, energiák működnek, hanem sajnos ott a negatív halmaz is, és azt is tudjuk, hogy inkább a negatív erők azok, amelyek hatnak a Földön. Jó kérdés az, hogy miért. Én nagyon sokat vizsgálom ezt a kérdést, hogy vajon miért lehet az, hogy ilyen sok negatív erő gyűrűzött be a Földre, és hogy ezek dominálnak. Én már többször elmondtam azt, hogy szerintem, volt egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy ilyen védőháló, ami tulajdonképpen ezt a földnevű bolygót így körül ölelhette, és lehet, hogy ez a védőháló, ez valahogyan vagy megszűnt, vagy ennek a, a hálónak, védőhálónak tulajdonképpen a szerkezete hát egy kicsit elamortizálódott. Magyarán már nem annyira erős, mint annó. Hát, ha egyáltalán volt ilyen állapot, nem tudom. De az a lényeg, hogy valamilyen védelmi rendszer szerintem most nem igazán működik, és jó kérdés, hogy, hogy mikor működött annak idején. Vagy hogy milyen korszakokban, de azért tudjuk azt, hogy most nagyon sokféle negatív erő van a Földön, tehát magyarán ezek a negatív erők valahogyan be tudtak ide gyűrűzni. Persze nem mondom azt, hogy minden negatív erő kívülről jön, tehát most rajzolhatnék egy ilyenfajta hálót is, ugye? Mert tudjuk azt, hogy a Föld nevű bolygót különféle energetikai sávok hálózzák be. Tehát szerintem nagyon fontos lenne megvizsgálni azt, hogy energetikailag a Föld hogyan létezik, hogy milyen energiákkal él. Tehát, ahogy mondtam, nagyon sok negatív erő van sajnos a Földön, és hát jelen korszakunkban is ez igaz, és szerintem erre a korszakra meg aztán még inkább. Tehát ezért sem tudjuk szerintem a harmonikus állapotot kialakítani, és ezért nem tudjuk tulajdonképpen ezt az egyensúlyt megteremteni, hát ezért is, aztán majd beszélek még a többi viszonylatról. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a harmonikus állapotot, ezt a kiegyensúlyozott mi voltot, akkor tudnánk igazából megteremteni, ha csak pozitív erők, energiák működnének a Földön, de hát tudjuk nagyon jól, hogy igazából ezt szinte lehetetlen itt létrehozni, pontosan azért, amiért mondtam, mert anyagi viszonylatban vagyunk. És az anyag szerintem nagyon erősen elvonja a fényt, és azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen ezeket az energiákat nagyon erős az anyagi mi volt sajnos a Földön, és amíg igazából szerintem ilyen állapotokban vagyunk, addig nem is tudjuk kialakítani az egyensúlyt. Mert az anyag az valamilyen szempontból blokk. Tehát blokkokat képez a fizikum maga, és ugyanakkor azt is mondhatnám, hogy maga a forma. Tehát az, hogy mi fizikális viszonyban vagyunk, tehát fizikális létformában, ugye miért érdekes, hogy benne van ebben a szóban, hogy forma, tehát itt jelenik meg az, amiről az előbb beszéltem, hogy anyagi, fizikális viszonylat van, és ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy, hogy hát megjelennek ezek a blokkok, megjelenik az akadály, ugye? Nagyon sokféle akadály van. Olyan gátló tényezők, ami miatt ezeket az energiákat nagyon nehéz kiegyenlíteni. Tehát mondtam azt, hogy ugye dualitás és polaritás van a Földön, a dualitás azt jelenti, hogy minden kettős, a polaritás pedig az, hogy megjelenik a pozitív és a negatív oldal. Na most nagyon sok negatív erő van jelen a Földön, hát ezt ugye tudjuk, de ezeket szeretnénk kiegyenlíteni, felülírni, és azt, hogy tulajdonképpen csak egy pórus legyen a Földön, vagyis csak ö, pozitív erők létezzenek, hát nem tudom, hogy ezt valaha létre lehet -e hozni, de hát nyilván ez a cél, és ezért dolgozunk ilyen sokat, hogy maga ez a kiegyenlítődés megtörténjen. Jó kérdés az, hogy máshol is polaritás van, és dualitás, vagy ez csak a Földön valósul meg? Szerintem ezt a kérdést is érdemes lenne mélyebben vizsgálgatni, vizsgálni, mert az nagyon sok mindenre választ adna. De az biztos, hogy a Földön, ahogy mondtam, nagyon sok ilyen kibillent állapot van, és főként energetikailag, éppen ezért én azt gondolom, hogy energetikai rendezésre van szükség. És szerintem nagyon sokan jöttek ide olyanok, akik pontosan, hogy ezt az energetikai rendezést vállalták, és ezt képviselik, vagyis, hogy ezeket az energiákat valahogyan megpróbálják ilyen egyensúlyba hozni, de szerintem ez a legnehezebb feladat, ahogy mondtam. Tehát igen, tehát igazából én azt is mondhatnám, hogy itt figyelembe kell venni azt, hogy ilyenfajta törvényszerűségek vannak. Tehát, hogy itt a dualitás, itt van a polaritás, minden kettős, és tulajdonképpen ezt a kétféle viszonyt kellene valahogyan egy síkra terelni. Hát jó kérdés, hogy lehet-e, és igazából az is egy nagyon jó kérdés, hogy mondjuk a pozitív és a negatív energiát hogyan egyenlítjük ki. Hát azt is mondhatnám, hogy ezek igazából ellentétei egymásnak, ugye? Nyilván a pozitív erők teljesen mást adnak, mint a negatív erők. A pozitív erők az biztos, hogy építők, tehát itt az építésről van szó, a negatív erők pedig ugye rombolók. Na most, hogyan tudsz két olyan elemet összetenni, hogy összeegyeztetni, ami, amelyek közül az egyik az épít, a másik rombol, magyarán ha ez az energia mindig felépít valamit, ez pedig mindig lerombolja, akkor tulajdonképpen ez a fajta egyensúlyi állapot soha nem fog tudni létrejönni. Tehát valamelyiket ki kell iktatni, és hát melyiket iktassuk ki nyilván ezt, ugye? Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon sokféle ilyen felül írással kell nekünk élni. Magyarán, hogy ezeket az energiákat, a negatív energiákat és blokkokat felülírjuk, és Hát valamilyen szempontból szerintem nagyon sok mindent kell oldani. A dualitás, hát az egy nagyon-nagyon hosszú történet. Most arról beszélni, hogy ez pontosan mit jelent. Tulajdonképpen én elég sokat beszélek az előadásokban erről a fajta megnyilvánulási formáról, de azt tudjuk azt például, hogy ugye minden kettős. Na most beszéljünk arról, hogy az emberek között is milyen nagy szakadéktátunk sok esetben, mármint hát ugye sokan azt gondolják, hiszen vannak a férfiak, és vannak a nők. Hát most ezt így rajzom, természetesen <laughs> nem muszáj egy nőnek ugye szoknyában lennie, de hát oké, okay. most legyen ez az alapeset. Na most itt van ez a kétféle nemiség, ugye? És én azt gondolom, hogy ez a fajta megnyilvánulási forma is tulajdonképpen valamilyen szinten okozza, vagy okozhatja ezt a kibillenést, mert tudjuk nagyon jól, hogy a kétféle nemi állapot között, vagy nemi szerepek között, hát azt is mondhatnám, hogy vannak némi különbségek, plusz amiről nagyon fontos beszélni, hogy hát én azt gondolom, hogy a kétféle állapot között, hogy mondjuk úgy, hogy a kétféle principium az folyamatosan és valamilyen szinten hát harcban áll egymással, és nagyon nehéz kiegyenlíteni ezeket az energiákat. Főként úgy, hogy én azt gondolom, hogy minden emberben megtalálható mindkét nemi jelleg, és ezeket is rendezni, hát ez sem egy könnyű feladat. De igazából én azt gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy a Földnek milyen az összetettsége, akkor igaz, bármilyen területen találhatunk ilyen kibillenéseket, hiszen hát tudjuk azt, is, ugye, amit már az előbb elmondtam, hogy ugye minden kettős, ergo mindennek megvan a másik oldala. És nagyon nehéz ezt a két oldalt úgy egyensúlyba hozni, hogy legyen egy olyan pont, ami tulajdonképpen egy ilyen, hát nem is tudom, hogy nevezzem, egy ilyen középpont, vagy egy nyugvó pont, ahol tulajdonképpen ez a kétféle aspektus meg tud állni. És én azt gondolom, hogy a Földön folyamatosan ilyenfajta energetikai úgymond harcok vannak, amióta világ a világ, hiszen dualitás és polaritás az mindig volt. Tehát magyarán ezek az energiák folyamatosan működnek, ugye? Itt vannak. És az ember valószínűleg azért is jött ide, hogy megtanulja ezeket az energiákat rendezni, de szerintem ez megy a legnehezebben. Tehát beszélhetünk arról, hogy a mi feladatunk ugye az energetikai rendezés, amit már az elején ugye leírtam, és szerintem amíg nem tudjuk rendezni ezeket az energiákat, addig itt vagyunk fizikális viszonylatban. Magyarán Hát lehet, hogy a Föld nevű bolygó és maga az, hogy fizikális környezet van, ez pontosan azért működik, hogy megpróbáljuk valahogyan ezt a feladatot megoldani. Az egység létrehozása az biztos, hogy egy nagyon nehéz feladat, és hát jó kérdés az, hogy milyen hosszú úton kell végigmenni azért, hogy az egyet, az egységet ki tudjuk alakítani. Tehát nagyon-nagyon sok mindent kellene. Így egy szintre hozni, hogy tulajdonképpen ez az egység, mint olyan, meg tudjon valósulni. Hát azt gondolom, hogy rengeteg tanulnivalónk van ezzel kapcsolatban, ugyanakkor azt is gondolom, hogy nagyon sok mindenről kellene lemondani azért, főleg az egónkról, ugye? Hogy ezt az egységet létre tudjuk hozni, ki tudjunk egyenlíteni, hogy ne tegyünk különbséget, és hogy csak egyenlőség jelek létezzenek, úgymond, a Földön. Az biztos, hogy az egység valamilyen szempontból igencsak felborult vagy szétszakadt, és én azt is gondolom, hogy ezért van az, hogy dualitás van, hogy egyfajta minőség két részre szakadt, és valahogyan így próbálnak meg létezni a bolygó, mondjuk így, és ahogyan mondtam, ennek a kétféle állapotnak az egyesítése, Szerintem egy nagyon uh, nagy felkészültséget igényel, és azt is gondolom, hogy ezt igazából már csak azok tudják megtenni, akik egyrészt nem először vannak a Földön, másrészt pedig azért elég magas uh, uh, rezgés szinten és tudatosságban élnek. Tehát nagyon jó kérdés az, hogy a Földön miért vannak ilyen uh, kibillent állapotok, hogy miért van az, hogy uh, Ilyen sok minden úgymond szétszakadt, ketté vált, és hogy mindegy, mindennek ott van a másik oldala. Hát szerintem most nekem az jutott eszembe, hogy ez főként azért van, mert nekünk itt nagyon erősen szembesülnünk kell valamivel. Tehát szerintem a szembesítés miatt van az, hát magyarán a felborulás, vagy ez a kibillemés. Igen, azt gondolom, hogy igen. Mert amíg így áll egy mérleg, vagy egy hinta, és valaki itt van, valaki pedig nagyon magasan, addig tulajdonképpen ezt a fajta egységet soha nem tudjuk megjeleníteni. Tehát a tükör az valahol itt helyezkedik el, amiben tulajdonképpen mindenki megnézheti saját magát, hogy hol tart, és hogy mit kellene azért tenni, hogy, hogy ide kerüljünk. Hát én azt gondolom, hogy azt kellene tenni, hogy ez a valaki, aki itt nagyon fent van, ő lejjebb jönjön, ugye? Hogy ő följebb kerülhessen, és hogy itt megálljanak, itt a középpont, és hogy itt tartsák ezen a szinten, tehát a szinten tartás szerintem nagyon fontos ebben a történetben, hogy neki lejjebb kell adnia úgymond az egójából azért, hogy ez a valaki feljebb kerülhessen, és ez az egyensúly, vagy ez az egyenlőség létrejöjjön. De mondhatnám azt, hogy igaz ez globálisan is, és globálisan is egyenlőség jeleket kellene kovácsolni. Hát nagyon nehéz mondjuk mind a 8 milliárd ember, hogy hogyan tudna, vagy hogyan lenne arra képes, hogy tulajdonképpen ezt az egyenlőség illet létre tudjuk hozni, Ilyen sokan, hiszen én azt látom, hogy két ember között is nagyon nehéz kialakítani ezt a fajta egyensúlyt. Lehet, hogy mi pontosan azért jöttünk újra a Földre, hogy ezt az energetikai rendezést valahogyan megtegyük. Persze tudom azt, hogy az egész Földön nem lehet rendet tenni, de lehet, hogy az egyéni életünkben ezt meg tudjuk oldani. Sőt, van egy olyan gondolatom, hogy lehet, hogy mi pontosan ezért vagyunk ide visszaküldve. Tehát van egy ilyen magasabb rendű minőség, ami visszaküldi azokat, akik még ezt a harmonikus állapotot, az egységet nem tudták valahogy, hogyan, és valamiért kialakítani. Ez szerintem ez nagyon érdekes, amit mondok. Tehát van egyfajta egység, ugye? És igazából azt is mondhatnám, hogy minden az egység felé siet. Tehát magyarán minden arra törekszik, hogy ez az egység ugye létrejöjjön, és én azt gondolom, hogy a nagy egyetemesség is valamilyen szempontból azt kívánja tőlünk, hogy ez az egység egyesülés és megszülesen. Na most, amíg ezt nem tudjuk létrehozni, addig szerintem automatikusan mindig vissza kell idejönni, vagy visszaküld, vagy visszadob tulajdonképpen ez a fajta állapot, mert itt, ezekben a berkekben csak így lehet lenni. Tehát csak úgy, hogyha megtörténik az egység. Magyarán nekünk azt kell itt megtanulni, hogy hogyan tudunk egységet képezni, hogy hogyan ne gyártsunk különbözőséget, hogy hogyan vegyük észre az analógiát, és hogy hogyan éljünk így. És ahogyan mondtam, szerintem azért van dualitás és polaritás, mert ez így egy nehezített feladat. Ha most mindenki egyformán nézne ki, mindenki egyidős lenne, és minden, tehát mindenféle pozíció az, az egy lenne, akkor nem lenne tanulni valónk, tehát akkor igazából nem kellene egységet képezni, mert valamilyen formán egységesek lennénk, és egyformák is, tulajdonképpen szó szerint. Tehát nem lennének szembesítő elemek, és tanulnunk sem kellene. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kibillent állapot, és az, hogy az egység tulajdonképpen felszakadt, vagy szétbomlott, ez pontosan azért van, hogy, hogy legyen tananyag, hogy legyen egy olyan tükör, amiben nekünk szerintem folyamatosan, vagy ami által nekünk folyamatosan szembesülnünk kell addig, amíg, val, amíg le nem vizsgázunk az itteni földi állapotokból, és ki nem tudjuk alakítani az egységet, amikor már tényleg úgy tudunk egymásra tekinteni, hogy egyenlők vagyunk, hogy nincs különbség, hogy nem akarjuk saját magunkat a másik felé ö, helyezni, tehát, hogy Magyarán, igen, amit az előbb lerajzoltam, hogy ne ilyen állapotok legyenek, hanem ilyen állapotok. Tehát amikor már kiegyenlítés van. És ne legyen az, hogy valaki sokkal feljebb van, a másik meg sokkal lejjebb, hanem ő ereszkedjen le, hogy ő ebbe a pozícióba, ebbe a középpontba tudjon állni, hogy meglegyen az egység. Jó kérdés az is, hogy hogyan lehet energetikailag rendezni, hogy hogyan lehet ezt a, azt a kibillent állapotot harmóniába rendezni. Szerintem a gondolatiságunkkal, a hitrendszerünkkel, a beidegződésünkkel. Tehát ha én a gondolataimban rendet teszek, és már másképpen szemlélek, és tulajdonképpen a személyiségem is már egy érettebb, vagy egy érett személyiség, akkor azt gondolom, hogy ez az egyensúly létrejöhet. És azt gondolom, hogy ez mindenkire igaz. Tehát, ha másfajta szemlélettel élünk, és a személyiségünk is olyan, ami azt mondja, és arról beszél, hogy mi egyenlőségjeleket akarunk itt látni, és azt akarjuk, hogy mindenki egy legyen, akkor szerintem meg tud születni energetikailag is ez a fajta egyensúly, mert már, mert már változunk. Tehát szerintem ebben a történetben nagyon fontos a változás és a változtatás. Tehát változás nélkül én azt gondolom, hogy nem lehet elérni ezt az állapotot, tehát nem lehet harmóniát képezni, mert ha. Az ember nem változik, akkor, akkor nem fejlődik. És én azt gondolom, hogy azok nem változnak, és nem változtatnak, akik még itt ebből működnek. Tehát az egoista szemlélet az, ami nem engedi meg a változást, de ha ezt letesszük, lepakoljuk, akkor szerintem el tudunk indulni ezen az úton, és ki tudunk egyenlíteni, mert már másfajta személyiség, személyiségekké váltunk. Tehát igen, és én szerintem itt a Földön nagyon sok ilyen nevelő elem van, amelyek pontosan arra késztetnek bennünket, hogy fejlődjünk, hogy változzunk, hogy letegyünk bizonyos dolgokat, amelyek már nem használnak, nem hasznosak, és amelyek tulajdonképpen azt gátolják, hogy ezt a harmonikus, kiegyensúlyozott állapotot létre tudjuk hozni. Hiszen a legtöbb ember, ahogyan mondtam, egóból működik. Nem akarnak változni, mert nem akarják azt, hogy ugye a másiknak is jó legyen, és hogy ő fejebb kerüljön, ő pedig lejjebb, és hogy megszülessen ez az egyensúly, vagy ez a központi állapot. Hát lehet, hogy az egész Földnek is van egy ilyen központi énje, vagy egy olyan központi magja tulajdonképpen, ahová nekünk el kell érni, és lehet, hogyha oda elérnénk együttesen globálisan, akkor ez a kibillent állapot is megszűnne, és akkor már a Földön sem kellene energetikai rendezést végrehajtani, mert tulajdonképpen ez a fajta minőség megszületne. Tehát itt mindig az a kérdés, hogy mi az, ami meg tud születni. Hogy például ez a kétféle minőség hogyan tud összefogni. Persze, a férfiak is valamilyen szempontból máshogy működnek, meg a nők is, bár tudjuk azt, hogy kettőjük között is lehet energetikai, felborulás, és ugye nem a test az, amit tulajdonképpen megmutatja hogy ki a férfi, meg ki a nő, hanem az energetika, de hát mégis azt gondolom, hogy energetikailag kell valahogyan ezt, ezt a kétféle minőséget összeegyeztetni, vagy, vagy átrendezni ahhoz, hogy megszülessen ez a kiegyensúlyozott állapot. Tehát én azt gondolom, hogy itt, itt igen, tehát itt tisztában kell lenni azzal, hogy milyen energiák működnek, meg kell őket ismerni. És folyamatosan ezek, ezekkel az energiákkal kell dolgozni. Hát úgy, ahogyan én is folyamatosan az energiákkal dolgozom, és próbálom felvázolni azt, hogy mi van a Földön, és hogy mit kellene azért tenni, hogy ezt a fajta mintát kialakítsuk, az egyensúlyi mintát. Ami tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez az eredeti állapot, tehát mi biztos, hogy ebből az eredeti egységből jöttünk, származunk, csak ez valamiért szétszakadt, és szerintem pontosan a szétszakadás vagy a szétbomlás miatt vagyunk a Földön. Mert ha nem szakadt volna szét, vagy még mindig ez az egység létezne, akkor lehet, hogy nem is kellett volna idejönni. Tehát a Föld valószínű, hogy ezen szétvált dolgoknak ad valamilyen szempontból helyet és teret. És tulajdonképpen a földi fizikális létezés pedig tükör, ami szembesít és elmondja, megmutatja azt, hogy hát igen, valamit még nem csináltunk jól, és, és hát rendezni kell ezeket az ügyeket. Mert igazából az újraszületések, az újbóli testetöltések is ezért jönnek létre. Mert ha én most mondjuk az előző életemben mindent olyan ügyesen csináltam volna, nem lennék most itt. És ha mondjuk rendeztem volna ezeket az energiákat, és ugye beszéljünk már arról, igen, hogy itt főleg ugye az iker lelkekről van szó, hogy az iker lelkek között is rendezni kell tulajdonképpen ezt az energetikai felborulást. Nagyon sok helyen veszem ezt észre, hogy felborulás van, mivel egymás aurájában léteznek, és egymástól átveszik ezeket az energiákat tulajdonképpen, és akár ki is cserélhetik. Tehát a férfi élhet női energiákkal, nő meg férfias energiákkal, nem is kell annyira messze menni egyébként. Tudnék erre példát mondani. Tehát itt is az energetikai rendezésre van szükség, hogy, hogy, hogy valamilyen szempontból ez, és nem is azt mondom, hogy az a lényeg, hogy totálisan rendezzünk vissza mindent, és mindenki a maga nemi szerepeinek feleljen meg. Mert szerintem ez, ez nem. Tehát nem gondolnám azt, hogy ez lenne a cél, hanem a kiegyenlítés. Igen. Nagyon fontos a kiegyenlítés ebben a történetben, és az, hogy egészítsük ki egymást. És azt gondolom, hogy a Földön is tulajdonképpen egy ugyanilyen állapot alakult ki, és itt is az a lényeg, hogy kiegyenlítsünk, és hogy minden valamilyen formán kiegészítse egymást, hogy ez egy tényleg egy ilyen egységes képet mutasson, alkosson, hogy megszülessen a rend, hogy ne legyen ez a nagy szétszortság és kuszaság, hogy egységéljem, mert hát az egységben van a harmónia, és az maga egy olyan szilárd alap tulajdonképpen, amire, hogyha fellépünk, akkor már nem inog meg, tulajdonképpen, ez a fajta változat, mert hogyha valami nem szilárd, és mondjuk kusza, akkor biztos, hogy ugye meginog. Tehát igen. És az, az, az nem egy olyan dolog, amire az ember fel tud lépni, vagy fel tud építkezni, tehát ezért kell létrehozni ezt a szilárd alapot, és főleg az egyenlőséget, egyénileg és globálisan, azért, hogy, hogy tulajdonképpen ezek az energiák... Úgy működjenek, ahogyan kell, és ami az eredet. Mert valószínű, hogy az energiák is nagyon így összekuszálódtak a Földön, nagyon sokféle hatás van. Hát az energiákat tulajdonképpen valamilyen szempontból meg kell zabolázni, és az a lényeg, hogy, hogy a helyükre kerüljenek. Ez nagyon fontos. Úgyhogy hát elég szép nagy feladatunk van itt a Földön, szerintem. Ez most csak egy kiegészítés, mert ma már végig beszéltem másfél órát, de jött egy ilyen isteni szikra, egy ilyen aha élmény, hogy tulajdonképpen a földi fizikális viszonylat kibillenést jelent, ami megjelent itt, ami szembesít bennünket, és arra késztet, hogy energetikailag rendezzünk, hogy ezt a harmonikus állapotot létrehozzuk, és szerintem mivel eltelt már hat év azóta, amióta tulajdonképpen én ezt a fajta dolgot felismertem, vagy elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, most értem ide, 2021. június másodika van, ha jól tudom. Igen, tehát ez lehet egy alap, és szerintem innen már csak felfele van. Úgyhogy nagyjából most ennyi. Minden egyes adásban valamilyen szempontból megemlítem azt, hogy milyen jó lenne harmonikus állapotban élni, békében, kiegyensúlyozottságban, amiért tulajdonképpen mi idejöttünk, hogy ezt megoldjuk, vagyis energetikai rendezéssel kell élni, ami valószínű, hogy a mai adás címe is lesz.